A zenekar az 1962-ben alakult Hemerle János vezetésével, még annak idején én is játszottam ebben a zenekarban, jóval később ugye, amikor én is elkezdtem zenei tanulmányomat. Abban az időben a zenekar a hagyományos fúvózenével foglalkozott, polkák, keringők, indulók, városi rendezvényeken közreműködött, aztán egy picit megnőtt a zenekari létszám, fejlődött a zeneoktatás Tamásiban, és már Csillebércre és Lengyelországba, az akkori szocialista országból is eljutott egy-két helyre a zenekar. János bácsi váltása után, gyakorlatilag lemondása után egy rövid szünet következett, és miután én elvégeztem a főiskolát, utána vettem át a zenekart, amikor Tamásiba kerültem, mint zeneiskolai tanár, és 15 éve vezetem az együttest. Hát a hagyományos úton indultunk el, és az elmúlt 8 évben megpróbáltuk az európai mintára, illetve amerikai mintára kialakított szimfonikus hangzást, vagy a szimfonik bendes hangzást átvenni. Ennek nagyon fontos része volt, hogy át kellett alakítani a zenekar struktúráját, olyan hangszereket kellett vennünk, amik nem voltak, vagy ritkábban használt hangszerek a zenekarban, basszus, klarinét, szaxofon, kórus, bariton, fagott, oboa. Kinőtte magát a zenekar. Nagyon-nagyon fontos megemlítenem a Tamási Zeneiskolát, amely a hátteret, utánpótlást biztosítja a zenekarnak, és az utolsó 4-5 évben ezt a szimfonikus hangzást, illetve a szimfonik bendes hangzást sikerült olyan formán elsajátítanunk, hogy a külföldi versenyeken is sikerrel szerepeltünk, és a magyar versenyeken is első helyezettséget értünk el. A zenekar nagy része ugye amatőrökből áll. Nagyon sok zenei pályás növendékünk van, akik zenét tanulnak szakiskolában vagy főiskolán. Nekik is fontos az elismerés, de összegészében a zenekar szempontjából fontos, hogy az amatőr gyerekek, akik szabadidejükben, tehát úgy mondom nem zenei pályás növendékek, szabadidejükben a zenével foglalkoznak, valamiféle eredményt lássanak, szívvel, lélekkel csinálják így is, de ezek az elismerések, illetve ezek a kitüntetések, versenyeken való jó szereplések az energiát és a munkát biztosítják a következő időszakra.